belgrádi tőzsde sajnos szintén a külföldi eseményekre reagál, a világ, az Európa és a világ gazdasági eseményekre, mert nagy a külföldi kitettsége. Belső kereslet gyakorlatilag nincs. Tehát amikor a belgrádi tőzsdén egy nagy vásárlás történik, azok mind külföldi vásárlók, külföldi befektetési alapok, nagyvállalatok. Belföldön nincs tőkeerős befektető. Tehát nagyon kitette a külföldi változásoknak, és ennek az a következménye, hogy a jó gazdálkodó vállalatok is, például a NISZ jó gazdálkodik, és még egy 4-5 biztosan, az ő részvényeik is esnek a külföldi befektetői hangulat miatt.